Tehát a kiállításról a kortárs művészeti kezdeményezésektől egészen a hagyományos tájképfestészetig, csendjelfestészetig tulajdonképpen minden szerepel. És ebben az a jó, hogy ez pontosan ugyanolyan szóródás, mint amilyen szóródás maga a résztvevőknek az életkora is, mert vannak 20-22 évesek és vannak 80-88 évesek. És ez az egész dolog, hogyha az ember végignézi a kiállítást, nem igazán érezhető.